Hello YouTube! Megnézzük, hogy mit tud végre valahára a 116 F3. Ugye tegnap lehaltak az EU szerverek, majd visszajöttek a szerverek, de nem működött a manőverek bolt. Szóval és tetvel, vásároljuk meg. Szerezzük be a tankot. Okay. Várjál, ha már így témánál vagyunk. Van még 500 pontom. Elegendő 500 pont bármire? 3D festésre biztos, hogy nem. Prémium napra. Mennyi XP ez? 50%? Hát akkor a sok semmi közül. Minek lenne értelme? Legyen 2 volt prémium, miért ne alapon, meg még vegyünk egy nagyon értékes XP szorzót. És akkor ennyi. Elköltöttem a fénypontokat. 10-es szintű kínai nehéz tank. Tártöltő mechanikával. Igen, jól gondoljátok, én ettől a nehéz tanktól félek, rettegek. Én akármilyen érőadást néztem videót erről a tankról, mindenki azt mondta, hogy egy hulladék, hogy nem jó semmire. De hát ki kell próbálni. Azt mondtátok nekem, hogy nincs választásom, vagy ezzel a tankkal játszom, vagy mindenki unsubol, unfollow meg minden. Nem volt választásom, chat. Tettem, amit te nem kellett. Fú. Legalább 2 órán keresztül tervezem amúgy tesztelni a tankot. Ez bent show mindenkinek, még egyszer boldog nyulat. Vézült a legénységet, így első kömbre pattintjuk. Hát, azon kívül keresni kéne valami felszerelés konfigurációnét, amit nyugodt szívvel bele lehet pattintani. Na most, amire én gondoltam, lenne értelme annak, hogy ezzel a konfiggal kezdek, az tulajdonképpen egy ventilátor lenne, egy ilyen csodaturbóval felszerelve. Ezt a kettőt pattintanám bele első körben, felszerelések szintjén. Illetve mivel tele vagyok pénzzel, bár mondjuk az túlzás, még egy ilyen ventilátort akarom mondani, V-stabot belepattintunk a ventilátor meg a turbó mellett. És még, hát még valamit kéne. Ugye a mozgás közöni pontosságot. Stab mindenképpen kell rá. Hát, igen, hogy van-e értelme az AP tárnak, meg a többi tárnak, szerintem az full AP CR. Jó, mindegy, legyen annyi spórolva a tankor, hogy kis elsősegély. Reméljük, hogy nem kell majd úgy akar használnom. És akkor van még nekünk egy olyan dolgunk, hogy filmodok. Na most egy fullos filmod, ez valahogy így néznek szerintem ennél a nehéz szaknál. Ez 224.000 XP lenne, ami rengeteg, tehát legalább, nem tudom, felét szeretném megoldani normál XP-ből. Hát, veselkedjünk neki. Szeret gyulladni? Na igen. Na igen. Meg persze lehet, hogy egyébként a mót is gyakran akar kapni. Hát igen, csak az a baj, hogy mindentől nem tudjuk bevédeni a tankot. Hát vagy esetleg lehet azt csinálni, hogy belopjuk ezt a védelmi technológiát. Tudod mit, Judge? Hallgatok rád. Legyen az, hogy hallgatunk rád. Ezen a kérés. Donét, és ott meg kell adni az URL címét, annak a zenének, amit kérsz. Ugye YouTube URL címet kell megadni. Na jó.
Nézzünk egy ilyen megoldást. Hát erre egyébként kíváncsi leszek. Belső modul önállóság plusz 150%. Jó, oké, motortűz esélye 70%-kal csökkentve. Na jó, próbáljuk ki. Lehet egyébként ettől függetlenül égő lesz. Nézd, Szabi. Ott a link, ott tudsz donételni. Megadod a játékos nevet, valami üzenetet is hagyhatsz, ha akarsz, és akkor alatta lesz egy ilyen, hogy eddig lépésed, be kell igazából linkelni a zenét. Na jó. Csináljuk. Van még valami, te el kell mondjak erről a tankról? Igazából szerintem nincs. Let's go, baby. Na igen. Esetleg, aki azon gondolkozik, hogy jól van, chef, de tegnap ez a tank, hogy miért nem játszottál. Tegnap nem voltak szerverek. Tegnap a szerver azt gondolt, hogy akkor össz, de én megholtam. Van rajta megelőző karbantartás is, Judge. Mindent rápattintottam. Hello, Tommy. Hello, Leo. Mindent is rápattintottunk. Csináljuk! Kicsit félek, de csak megoldjuk. A mai napon ugye elmaradtak ezek a bemelegítőkörök. Tehát, hogyha az első néhány csatában bénázok, akkor annak kell betudni, hogy bocs ide. Még nem vagyok teljesen felkészül mai napra. Levegősüllyedés amúgy 8 fok. Szóval talán fog működni. Alföld 30. Amúgy maga a tank régi szexin néz ki. Nagy baj, talán nem lehet, vagy nem lesz majd. Az FTD-vel találkozom, ilyen hamar. Kurva. What the fuck? Jó, hogy az FTD bepenelt. Oh shit. Urak, az FTD bepenelt. Én azt hittem, hogy csak előtt is ilyen 170 sebzés, és ennyi. Oh shit. Oh shit. Én ránéztem egyébként arra, hogy mekkora sebzett az FTD rajtam, úgy voltam vele, tök mindegy. Eszenvedtünk egy találatot 170 sebzésért. Bepenelt az FTD. Halló? Várjál. Az FTD eltalálta a haslemezemet. Micsoda? A hasamon keresztül penetrált be az FTD. Azért vettem ilyen lazár, mert úgy voltam vele, hogy biztos eltalálta a tornyunkat, vagy valami. És no problémo. Holy shit! Holy shit! Jó, azt nem láttam jönni. Na azért vettem ilyen lazán, mert úgy voltam vele, mindegy 170 HP-t elvesztettem, semmi gond, 1700-t vesztettem el. Ez elég kemény. Felkészülve. Szerintem egyébként amint bespotolódtam, ki is lőttek. Egyébként ez meg egy olyan dolog, hogy nem az FTD szerintem brutális a sebzése az képest, amit igazából te egyszerűen. Nagyon sokan régebben szitták, hogy a VTS-100, hogy a VTS-100 nem tudom mennyire imbalanz, meg stb. De legalább az ellen tudtál védekezni, mert előtt nem tudom 5-60-ért, és
csak ha tudtad, hogy oké, meg akkor négyszer rágyűlt, és akkor béna voltál, akkor lehet leformolt full HP-ról. De ugye ahhoz neked is bénázok kellett itt meg, egy random lövés ez a FTD-től, 1700 HP minusz. Amúgy szerintem az ellenfél megnyeri, mármint nyilván egyrészt benullásztam, tehát nem is fogom lelőni az enemit. Másrésztről viszont ugye full megkontrollra rendelkeznek. Tehát bármikor tudnak keppelni, bármennyi tankkal, ugye a külső pozíciót elvesztettük. Szóval szerintem ez így ennyi lesz. Azon gondolkozom, ha játékban lennék egyébként, szerintem akkor se tudnék sokkal többet hozzátenni a csatához, mint a többiek. És ha megpróbálnék berohanni, szerintem engem leformolnának, mi végig PC jó pozícióban van, de igazából tudja ki, hogy neki. Kérdés lesz, Edike? Én tényleg az a gond, hogy itt a medoldal simán elvérezett, meg kíváncsi akkor az FATD milyen játékos, lehet, hogy volt egy sebzülövése az egész csatában. Az meg én voltam, hello Kasi. Jó kabúró. Tartalékos, fogyatékos, ha? Nem hiszem, hogy ez egy random generált játékos név lenne. Bár nincsen klánban, tehát nem vehetjük biztosra, hogy ő az, ha megmutatja magát. Azt szerintem, hogy hely van rejtve a játékos neved, akkor nincsen tanszint sem. Na mindegy, majd megnézzük. Meg az FATD-t is. De az egyébként tényleg, hogy nézzétek meg, hol találtad az FATD. Ez azért felvett kérdéseket. Ó, igen, majd szerintem, ha végeztünk ezzel a tankteszelgetéssel, hát most van 15 óra, ilyen 18 körül szerintem már végzek vele. Megnézzük, hogy ki mit csinált, milyen a csóversek születtek, aztán megnézzük, hogy érnek egyáltalán bombardínuk pontot, és ha igen, akkor mennyit. Végét vézi, amúgy nagyot megy. Kíváncsi leszek, hogy a végenek a körnek hányan fognak rám érni, hogy noob, uninstall, meg mindent tudod. Na jó. Hát tényleg amúgy ez a kör engem meglepett. Én, mikor bekaptam az FPT lövést, úgy voltam vele, 170 sebzés simán belefér. Azért volt, hogy milyen nyugodt. Ennyi volt az oka a nyugodtságnak. Hát ez very big. Ja, csak engem sebzett meg. Még amúgy eltalált elvileg 4 célpontot, de igazából csak annyi sebzése van, ami belém sebzett. A maradék lövéseivel nem érte el sebzést. Hát ez egy jó kör volt. Az FATD balanszolt első csatára. Na, tudod mit? Ez meg se történt. Ez a csata meg se történt. Következő. Gondolj bele, hogy kilőnek, azt gondolod, biztos, hogy valami giga OP ellenféllel volt dolgom. Ki tudja, milyen jó játékos lehetett, nem tudom, top 1% játékos, giga játékos, 70%-os FATD előtt mindenkit, és nem. Nem, mert egy sebződőse volt, az én voltam, és engem ezzel kb. Ki is vett. Egyébként, hogyha igazán troll lettem volna, akkor annyit csinálok, hogy azt mondom, hogy kösz, és akkor nyomtam volna az élőadást. Na jó. Figyeljetek, ebben a körben ugye a cél mindig az, hogy kicsivel jobban játsz, mint az előző csatáidban, ugye mondjuk 1000 sebzés a cél. A mai napon a búró megnézzük egy részről az F3-at, aztán pedig meglátjuk. De valószínűleg, ha ennek vége, akkor megyünk a tankélésekkel. De ez így kemény elsőre. Nem töltök be időben.
5 másodperc a sinterklub töltés idő, meg van egy FTD az ellenfélnél. Innentől szerintem, ha van FTD az ellenfélnél, akkor meg sem fog mozdulni. Na, túl gyorsan bevették ezek a merek a pozíciókat. Fú, ez a célzás idő elég kemény, ne lövessél. El tudom hagyni ezt a pozíciót, vajon? Az FATD-k itt kempelnek. Na igen, én is attól féltem. Hogyha bemegyek, vagy a 60 TP, széné darál az ellenfél. 5000 HP hátrányban vagyunk. Vajon meg lehet mozdulni ebben a csatában? Most igazából, akik bementek, azokat szénné reptelték. Ha ott bemennék, akkor szerintem menős oldalról az STB-n valahol pár egyes szénné formulna. Eléggé sok HP-tól megfosztották a Bobjectet, én gyanítom, hogy van még ott az E3, mert egy FTD is. Le fog lökni a csapattársam. Ez így erős 11000 HP differencia a két csapat között. Jó. Izgalmas eddig. Az STB egy középről bennünket formol. Oh shit. Oh shit. Mondjuk még játékban vagyok. Vajon tudok sebezni ebben a körben? Na, már nem nulláztam be. Holy moly. OMG. Micsoda tockosok. Amúgy chat, eddig ezt a tankot kimondottan élvezem. Eddig ez egy nagyon királynap. Meg ez a tank is eddig remekel. Rúfecó. Eddig abszolút élvezem. Legjobb tank, amivel valahol játszottam. Legjobb csatáim, mióta ez a játékban elkezdtem játszani. Oh-oh. Na. Minusz egy. Jó, feladom! Ellenfél! Feladom! 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 Ne lőjetek ki! Ne! Ne! Hát ez egy kiegyensúlyozott, balanszolt mérkőzés volt. Leo, nagyon szépen köszönöm a 65-ös megtekintési sorozatot. Danke, danke. Hú, na várjál, elő kell venni azokat az embereket, akik azt mondták, hogy vegyem ki ezt a tankot. Élvezni fogod, chef, nem fogod megbánni, ez egy remek tank. Hidd el nekünk, ez egy remek tank. Mhm. Uh-huh. Miért érzem, hogy ez egy ukrán játékos? Két FVTD, aki mellettem remektek.
Ez a vicc egyébként, hogy annyira nem indokolja szerintem ezt a gigaverességet, az, hogy például az ellenfélnél jobbak voltak a játékosok. Annyival nem voltak jobbak a játékosok. Na mindegy. Szerintem ez a kör se történt meg. Az első kettő kör az elmúlt kb. 20 perc nem történt meg. Felejtsétek el. Nekem másik az attól maradt ki. Összes többi az megvan. Szerintem tényleg ez a legrosszabb tank, amilyen valaha játszottam. Hát nem igazán gyűjtöttem sok fénypontot, szóval ja. Fénypontot nagy része az lényegében elment erre a tankra. Én nem akartam megvenni, csak azt mondtátok nekem, hogy Chef, ver ki a tankot, hidd el, nem fogod megbánni, hidd el, élsz fogod a csatákat vele, meg ilyenek, tudod. Tehát ilyenek hangoztak el. Mennyit ér a hallgatásod? Mármint. Alihó ticsikó, hajháj. Ja, lehet a csat, azt élvezi, hogy szenvedek. Lehet. Sőt, biztos. Oh boy. Az OP játékos 260-nal errefele akar eljönni. Oh shit. Na, ott el lehet lőni vajon? Úgy látom az early az szarabul itt. Az early az megküldi. Na, ennyi volt, most akkor megint 30 másodperc tölti szimuláció. Figyelj, esetleg van még olyan játékos, aki nem vette ki a CV rewardot, és valaha gondolkozott abban, hogy esetleg ezt a nehéz számot megszerzi. Legalább akkor most már tudja, hogy át ez a tank, ez... Bár nem tudom, kettő csata, elsőben én voltam az idióta, ugye? Vállaltam ugye az F-ét üldövésére, aztán az előző körben rossz volt a csapat is, nem tudom. Ohó, devepaták. Hát ja, vagy a csapat, vagy az RNG, tudod. Ez ilyen tipikus streamer duma. Streamer nem hibázhat. Mindig kell valami, vagy valaki lehibáztatni. A csapattársad, a matchmaking, az RNG-zös, a lag, stb. 261 megfulladt. Nem jó hír. Mindegy, átnézzünk a másik oldalra. Nem tudom még ezzel a nehéz szank, hogy lehet hatékonyan játszani, hanem belemegyek az ellenfél arcába, akkor talán fog működni. Hát vagy a chat, igen. Ilyen jó streamer mindig megtalálja kifogást arra, hogy miért teljesít gyengébben, mint kéne.
Gyere, Jotos, barátkozzunk. Jobb esetben ez 1500 sebzés. Eddig jó. Ha kilöksz, az nagyon merő lesz jégépvéző. Kimondottan ajánlom, hogy lökjetek ki az ellenfelé. Na, ez csapat munka. Ez csapat munka volt csak. Magas szintű csapatmunkát láthattatok. Papíron, amúgy errefele kéne lenni Grillének, A100 LT-nek talán. Ugye megnézzük, hogy egyáltalán találok-e bármit, mindenkre létszert. Hát, lehet, hogy létszert mindenki. Az ötös ilyen szinten szólusza volna az oldalt. Hogyan fogok hozzáférni az ellenséges tankokhoz? Ez itt a kérdés. Hát az ötös nem bír a csapat munkánkkal. Na magas szintű csapatjáték, amit a csapattal hoztunk, hát nem volt esélye szegény ötösnek. Ennyi volt az STRV. Rám lőtt egy rasszán, azt mondta, hogy ciao bella. Az a Manticor mondjuk közelebb jártad hozzá, mint gondoltam. Viszont kéne még lennél valahol a kettő klikkernek. Hello klikkerek, merre vagytok? Elmenekült az STRV. Hova? Hova szaladt el? Nem tudom, akkor rá fog látni egyáltalán bármire innen. Nem. Mi ez a csata? Tüzér az onnan lőtte magát. És akkor ilyenkor mi van? Akkor most menjek el, menjek el a medekért. Hátra elrepök a Manticorra. Mi is a lövés? Hoppá. A sniper nehéz szánk akcióban. Ró János, Ró Gabi, Ró Hammer, Ró mindenkinek. Látom, megkezdtük a taktikai keppelést. Tüzérek egyébként ott tolják a sorokban. Ha? Na ne! Ott áll a semmi közepén az STRV. What the fuck? Hello? Jó, erre nem voltam annyira felkészülve. Én azt gondoltam, az STRV esetleg elment oda játszik tőle, hogy szerezzem a map control. Azt nem gondoltam, hogy ott lesz nekem jobbra. Semmi közepén, elbújt a vízben.
Ezek szerint igen. Ú, és azt mondtam nektek, hogy legalább 2-3 órán keresztül kellett összeegetnünk ezt a nehéz szankot. Lehet, hogy túlzás. Sok lesz. Na, gyerünk te be, Pata, te következel, tárasz, hogy az a stérvét. Klik, 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 klik. Érdekes kör volt. Fú, hát nem tudom ezt a nehéz tankot, hogyan fogom bevetni normálisan. Vagy rámegyek arra, hogy lövegpontosságon még inkább javítsak, teszek rá valami nem olyan felszerelést, ami segít lövegpontosságon, vagy maradunk ezen a biztonsági játékon. Hát nem tudom. De mondjuk hozzá kell tenni, ez már egy olyan kör volt, amire azt mondom, hogy na jó, akkor egynek elmegy. Nézzük még egyet. Amúgy szerintem nekem már ez a nehéz tankol volt, egy 2400-as köröm, 1800-as köröm, meg egy nullázó köröm. Azt szerintem az átlag sebzésem, várjál, az 3 csatával összesen 4.2. Tehát ez annyi, mint amit más tankozok egy csatával. Az átlag sebzés eddig ilyen 1500 környéke, kevesebb 1500, ilyen 1400 környéke az átlag sebzésem. 3 csatából ez a nehéz tankol. Ló Gyula, az nem annyira kiemelkedő. Hú, várja, valamilyen szinten függ a többiektől, hogy merre fogok elmenni ebben a körben. De mondjuk a Badger mehetne bal oldalra. Nem megy el bal oldalra? Ohó, akkor fog elmenni a Badger? Kastélyhoz. Elmegyek én is a kastélyhoz játszani. Na, egyébként igen. Most a VK-72 az meg ugye egy nagyon elképesztően király tank. Az a tankkal konkrétan be lehet menni olyan helyzetekbe, amiben más tankkal sem mennél be. Egyszerűen a tank annyira hatékony. És gondoltam, hogy a Petőm talán könnyire hatékonyan fogja venni az akadályokat. Na nézzük, miből élünk. Ott egy hó 12. Figyelj, mert azt jól látom, hogy oda egy TVP-nk bejúró vágnezett. Áh, nem találtam el a Hawk 12-t. Viszont várja, a következő problémánk az, hogy most konkrétan az örökké valóságig töltegetni fogok a tankommal. Jó, várjál. Valamit csinálni kéne. Oh shit, meghaltam. Be tud penelni. Nem tudsz bepenelni! Én hatalmas kínai szuper heavy tankkal játszom, nem tudsz penelni! Itt úgy sem jössz szár kobra, húzz innen a kicsába! Nem tudsz penelni, túl OP vagyok. Az igen kobra. Vagy broskóla, az igen. Az... az... az igen! Mi van? Csak mi van az emberekkel? Mi van az emberekkel? Ez a broskóla. Mit akart csinál? Mit akart csinálni a kobra ellen? Pater, minek rúszszál be ész nélkül? Figyelj, egyébként taktika elzárta a menekülési utat. Tudom eljártolni a roncsot.
Ó, Istenem, akkor hagyjuk. Chat, itt mi történik? Mi ez a csata? Vagy minél gyorsabban kell nekünk egy ilyen A3-A4. Azon gondolkozom, hogy talán egy ilyen, nem tudom, lehet, hogy valami felszerelés rá kellene pattintani, míg a turbóra szem hagynám el, ez a tank is régi gyenge. Viszont ha meg kiveszem ugye ezt a módosított konfigurációt, akkor meg lehet, hogy úgy jár a tank, hogy valami. Azt lenne kellemes. Cuki, rútalkista. Hát a garázsomban úgy tank egyébként, mert nagyjából egy éve a játékban van. Ugye a CV-i eseményből tudtam most kivenni. De egyébként a játék részét képez ez a nehéz tank egy éve nagyjából csak. Ugye senki nem használja, mert egy ipari hulladék. Jó, nem tudom ellőni. Ez nem jó, mert én még amúgy mindig töltésem vagyok. Ezt a tankot egy ilyen kettőszekes intraklip töltés idővel igazán megnézném. Hát figyelj, ez a 3.2 az eddigi legjobb karikám ezzel a nehéz tankkal. Rugimer. Amúgy szerintem én 10-es tierben ettől rosszabb nehéz tankkal még nem játszottam. Jó játékos volt. Annyira nem, inkább jó tankkal játszott. Ő se rossz amúgy, 114 ezer csata. Figyelj, kétszer annyit játszott, mint én ezzel a játékkal, legalábbis így csataszám szempontból. Na jó. De egy játszogassunk a tankkal, tesztelgessük, hogy mit tud. Hello World Gamer. Zsolász, nagyon szépen köszönöm a raidet, utána köszön. Azok nem mondom, akik most jöttek, hogy most éppen a világ, hát annyira nem a világ, de hogy a World of Tanks legrosszabb tankjával játszom. Azt gondoltam, hogy nem lesz olyan rossz, de hatalmasat tévedtem. Valió hypothesized, hello Zsolász még egyszer, hello Andra Social. Ja, kiváltottam most fénypontokból, gondoltam el. Nem olyan szörny, mint amilyennek mondják. Simán működőképes lesz majd. Simán jó lesz, hát... Lehet, hogy mégsem. Nem, az Amy Sofanotti, ez nem egy rossz tan, szerintem. Legalábbis nekem az a tankkal ment a játék. Szakácsos módon kell kiváltani a ticketet. Felkiáltói jutalmak. Oldalom.
tehát a szokásos saját kötőre a bombadíró pontjaidat igazából vagy reményre. Úgy látom, hogy ez egy érdekes kör lesz. Mind a kettő csapat nehéz talán ki, ugye eljöttek erre az oldalra játszani. Hozzá kell tenni, ezen a ponton lehet nekünk, az is elegendő lehet. Egyszerűen csak megtartjuk az oldalt, nem engedjük, hogy a kranyó meg az M5-t bármire is teljesenek. És ezt követően, ha a többiek el tudnak törni jobb oldalt, akkor igazából őket hátulról már meg tudják reptélni. Szóval lehet ebben a körben nekem csak várnom kéne egy keveset. Rógobros, hát Attila egyébként körülbelül igen. Nem úgy szerintem ez a tank lehetne korrekt, ha levinnék az interceptálási időt mondjuk 5 másodpercről egy ilyen kettőre például. 2 szekenként 5.30 az eléggé fájdalmas lehetne. Akár mi is lehetne vinni. Egy-két helyzetben. Hogy lőttél? Az oldal páncélzott. Amúgy... miközben ezzel a tankkal játszom, annyira nekem nem tűnik fel, hogy ilyen szinten kirúg mondjuk a hasidem ezzel, hogy az oldal páncélzata. Hát az a VTPZ konkrétan halott. Azt nem fogok túlélni. Szépen lassan be kellene majd mozogni nagyjából erre a pontra. Hello Súrgya, hello Vilmos. Hát az ott eléggé van húzódva. Nem csoda, hogy elviszelgettem a lövéseimet. Vajon tudok támadni, vagy még korai? Egyébként, ha tippenem kéne, akkor szerintem már tudok támadni egyet. Ja, hogy nincs ilyen riperkütöm. Mondjuk ez nekem easy assist, 10 life eddig. Szerintem az M5-nek ez ennyi volt. Márha persze lenne Gundepem rá. Vagy megfigyeltem ezzel a tankkal, kicsit ilyen ész nélkül ilyen kettyúson kell játszani. És abban az esetben fog működni. Na, mik vannak még full HP-n lévő tevepaták? Meg ugye még ez Scorpio a háttérben, Oton. Szigorúan PH-val. Na. Ott a szerelmem. Itt egy visszajáró fődök. Ja. Hát ez semmit játék. Nem tud elbújni. Az innentől kezdődően számára nem fedezik. Na, és akkor most megint 36 másodperc töltési idő. Aki el, baby? Gergely, nem volt jó döntés, erre már rájöttem. Az első csatában rájöttem, hogy nem volt jó döntés. Hát, csak a jó. Oh-oh, ez egy fájni fog. Remélem. Ja, hogy ezt még túlélni. Hát jó. Mondom, ez a nehéz szankar, ez a debil játék amúgy beválik. 6.5. Amint egy kicsit ostobában állok hozzá a kérdéshez,
azon elkezd működni a tank. Ahogy ma új. Amúgy szerintem valami ilyesmi az a nehéz tank a játék, hogy elég közel visz az ellenfélhez, hogy ki tud használni ugye a töltési időt, de ami olyan pozícióban marad, azt jelenti ugyanaz ellenfél ráugrani, és ebben az esetben a tank fog működni. Igen, ez egy eléggé király kör volt. Ki lehet váltani többször is, viszont azt hiszem, hogy van rá talán 300 másodperc cooldown. Annak érdekében az legyen, hogy valaki hamarabb idér és akkor kiváltja többször. De ja, 5 percenként ki lehet váltani. Hello, Kobolt Szápa. Ciao, ciao. Na nézzük. Hát lehet első körben elnézhetnék jobb oldalra, sőt igazából be kéne mennem középre. Hú, hogy azt láttak, hogy megnézett. Úgy érzem magam, hogy egy dögös csaj, tudod, akit így megnézek az utcán. Halló! MVS! Hát nagyon feltűnő volt. Hogy szemülvet már engem. Utána fordult. Valamiért úgy érzem, az ellenfél a dombot elvitte. Rok azra fész egyel valamit kezdeni vajon? Szerintem pörmásszanyiként, de egy 400-as bele fog férni 1500-ért cserébe. Így még jobb. Hú, kettőgel már most 907. Gondolom, hogy nem boldog, hogy eljöttem ebbe a pozícióba. Azt mondja, hogy segítség. Egyet. És kapott kettőt. Na jó, hát akkor ismételten csak töltögessünk. Hát egyébként az akkori egészen menő. A végén még kiderül, hogy ez a tank jól működik. Jó, oké, ezt én sokra elhinni, de ha már kimondtam, akkor meglátjuk. Hoppá. Ez a petőn leesett. Ilyetre. Várjál, lesz jó érzék, remélem ez a tetőn be akar jönni. Eléggé betolja ez a tetőn. Adó főnök. Rátöltök. Jó, oké, most amúgy valóban ebben a körben nagyjából összejönnek a dolgaim, de hozzá kell tenni, hogy szinte max egy ilyen 150 méter rüttem, tehát nem kellett annyira kihasználni ugye a tank sniper képességét, úgymond. Van,
Jaj. Megfogl az ellenfél. Nád Gucci. Kimisszert még lábak magamból. És itt a vége amúgy szerintem. Jöp. Ez ennyi volt. Most szerintem ez latonkol csak a apival játszani, ilyen öngyilkosság lenne. Hogy kiállítok az EV-et? Csak ránézz már arra a statra, amit 900 hit összehozott, mert kíváncsi lennék arra, hogy mennyire van közel a harmadik valósági jelhez, mert ugye láttam, hogy 2 gammárkos, igen, mert nézzük, hogy mennyire van közel a harmadikhoz. Hoppá, Inville Akadémiában tolja. Hát azért a 89% az eléggé magas. Neki van ilyen tankja? 3000 egyszer a sáv végét hozott vele? Lehet amúgy jobban megy neki a játék, mint nekem. Nekem szintén ilyen 2400 eddig az AVG sebzésem ez a nehéz tankkal. Ebből kalkuláljuk a legelső nullázó karikát. Valamiért úgy érzem, hogy középre nem érnék oda időben. Lehet, hogy el sem mennem közép felé, hagyni a fenébe az egészet. Hello, Joseph. Hi, hi. Remélem, hasznotában majd erre az oldalra azért többen el fogunk jönni. Az ellenfél nem, hogy a Contra Carro, a Hori meg a V4-es, amúgy tudnak játszani erre felé. Megvan az a páncélzatuk. Amúgy szerintem ez a tank egy minimálisan, mint hogyha túl lenne balanszolva. Leopárt egyes. Ez kemény. De meddig az éppen semmit nem látni, addig muszáj defenzíven maradni ebben a pozícióban szerintem legalábbis. Kárról küldi neki. Fú, ez a töltés idő. Kupol a sniping, ha jó a sejt.
sokanyagtól kezdődően 35 másodpercen keresztül történő üretöltési idő. Hát ez nem jó hír. Hát az getrekt. Mi TNH szinten valahonnan én a kettesről lőtte ki az embert. Na, a Kolonosz király egyébként az rossz szerveren egy ilyen automatikus felvétel zajlik. Azt nem kell külön elfogadnunk. Ilyen közelklámba akkor mindenképpen felveszünk. Aki ránkezik, azt fel is veszünk a klámba. Szinte, mert a klán tagja is vagy a valóban ránkeztél a klámba. Egészen korrekt tárzás volt. Egy rombolás, meg kettő klik talán elegendő lehet. Hát hisz szerintem ennyi voltam. De rám bele tudom folytani a vízbe. A legjobb ötlet az, hogy belefolytjuk a vízbe amúgy az embert. Nem fog működni még ez a megoldás sem. Engem fordnak mindjárt belefolytani a vízbe, ez így megy tovább. Nincs egyszerűen DPM értéke szerintem ennek a tannak ahhoz, hogy egy ilyen gyors mérkőzésen ez a tank megállja a helyét. Szerintem nagyon minimális a DPM értéke, annyira kevés a visszatartó ereje, hogy hiába lőttem ezzel nem itt megállás nélkül, kitereztem a kontrakáru, kitereztem a V4-re, az S100-re, és csak jöttek tovább megállás nélkül, nem volt visszatartó ereje a tannak. Hello, Firehand. Boldog nyulat. Oh shit. Unser Fahrer wurde getötet. Wir können uns kaum bewegen. Amúgy ezekre a csatákra eddig úgy többé-kevésbé, azt mondom, meg is vagyok elégedve. Tehát, hogy végül is, ha azt nézem, akkor a Pondrokáról pattantam egyszer, meg ugye még erről a csoda a Szeus-21B-ről pattantam, bár ez inkább az én hibám volt, mert nem volt indokolt az, hogy egy olyan éles szögben rálőjek. Őt inkább én akartam minél gyorsabban megküldeni. Hát itt nem volt egyszerűen mit tenni, nem tudom egyébként, hogy melyik volt a legjobban sebzőtem az ellenfélen, a V4-es, pedig őt damage-eltem, pedig őt kapott 2x5.30-at, kevés volt ezek szerint. Valami direktívet válasszak ki. Nyilván a lengyelhez választom ki kézikönyvet.
ahogy még van lehetőség igényelni dolgokat, hát akkor igényeljük ki őket, vagy meg pontosabban rútaka. Jó, legyen még akkor csehszlovák, mert legyen mondjuk még, nem tudom, csehszlovákból ilyen ugye, lengyel TD-kre gyűjtünk, meg ugye a csehszlovák light-okra. Ez a kettő fog idén érkezni. Na jó. Chat. A kérdés, mint mindig, vajon hol van a legtöbb HP az ellenfélben? Hello Attila. Nézem a cikket? Fuha. Az elmúlt napokban nem igazán. Tudsz valami jogosságot, Joseph, ezzel kapcsolatban? Valami fontos infót, vagy valami érdekességet, amit esetleg mondtak? Miről maradtam le? Ahhoz a leopár kicsit para. Oké. Elmisszelt. Háromszáz másodpercenként. Svájci vagy magyar, igen, és mi derül ki? Vagy pontosabban mi derült ki ezzel kapcsolatban? Nem, ezt illetően nem lesz pontra szett. Idén nem tervezem, hogy nullázom a pontokat. Jövőre nullázódnak el, nem tudom, de azt mindenképpen fogom majd mondani előre. De amúgy szerintem nem fogom nullázni a pontokat, nem tudom a kezdődően. Hát, TT-130 szem, amint a garázsomba kerül, megnézzük, hogy mit tud. Mindjárt beköszönünk annak a Leopard 1-nek. Azért nagyon bízom benne, hogy ezt a kört nem gondoltam túl. Na mi az arrafele, sehol senki. Csezd meg. Kérünk sef, egy dolgod van. Jó, egyébként az én hülyeségem volt az a miss. Valamilyen szinten a lövegény nyilván, de lett volna időm szerintem rendesen beszél az a Leopard 1-est. Az én hibám volt, hogy nem tettem meg ezt normálisan. Oh. Hát az a jattigris amúgy az egy nagyon-nagyon-nagyon király célpont. Mind a kettő csak ugye tudja klikerekkel bontogatni a másikat. Kérdés, hogy vajon az a Jattil is fog kapni bármiféle supportot a csapattársaitól. Ezt igennek veszem.
valamiért úgy érzem, hogy a kettő mettővel nem sok támogatás fog érkezni. 13 szekre beszándolok Likker. Az a baj, hogy a mi szövetséges sortjaink ezt a Jattigris nem igazán bontogatják, pedig ha megtennék, tehát ha bontogatnál kicsit, biztos, hogy a Jattigris is visszahúzódna. Ez így megtörténne, akkor én is tudnám egy kicsit agresszívabban tolni az oldalt. Jelenleg ilyen pixelövések leadására igazán van szükségem. Hát nem tudom, a tüzérek szép. Oké, nagyon jó. Jó, használt első segélyt, használt Reaper-t, Jattigris. Úgy agresszív. Elém vágott 647-et. Holy crap. Holy crap. Mint forró kés a vajat. Shit. Ró bulldog, rúd vény, vagy jó mindegynek. Rúd tuni. Seo bulldog, hajhaj. Hát, urak, engem ebben a körben raktak rendesen. Az, nem tudom, az a Jattigris, az egy ilyen brutális vadállat volt. Lehetem, hogy kár volt tolnyra. A másik oldalról lehet, hogy kaptam a supportot, T-Grenzenettől. Az E50-től, a kettő klikkeltől hamarabb esetleg. Ki tudja? Uha. Az a kérdés, hogy vajon melyik tankág lesz benne a bézén kívül a torban? Amúgy a legelső miszt nagyon sajnálom, hogy elrontottam a Leopard 1-esre. Meg szerintem okosabban is megjátszhattam volna a lépéseimet, a Jattigrissel szemben. Amúgy átvágódni szerintem a következő dűnéhez már kár volt, szerintem az egy hiba volt, nem igazán értem el semmit. Nagyon kevés sport assist, talán a Jattigrisbe. Itt nem max kétszer lőttem el a Jattigrist, már szinte nem volt egy jó trade. Bár mondjuk kilőttem egy Skoda térfenest, nem tudom, nehéz megítélni. Bár hozzá kell tenni, az E50 játékos elképesztően passzív, halad ő azóta elment előre. Őt játszik ebben a pozícióban, ő itt el van és kész. Én voltam még ilyen szempontból a legjobb. Húha, ez a VK szépet ment ebben a körben. Nem gondolom, nem tudtak beütni. Ment előre, akivel szemben volt, lepattant, ő még ugye beütötte az ellenséges talagokat, ennyi történt. Húha. Hát ez egy ilyen content özön lenne a React csatornára. Hát figyeljetek. Ha végeztem ezzel a tesztelgetésre, akkor ránézek majd ezekre a dolgokra. Csináljuk így. Egyébként is az elmúlt időszakban kicsit alább hagytam a React csatorna szerkesztésével.
délen a foglalkozni az a csatornával is, nem de bár. Amikor a kíváncsi szó kettő búcsak tesz szemben, hogy nem fogok elbánni egyáltalán fellépő buszamban. Most van egy ilyen 320-25-ös átlagban értékem a PCR-rel. Hát nem tudom csak. Sokat szélzok. Tűzér elmisszelt. A vézé nem akarok rosszulni, egyéb iránt úgy más tank sem akarok rosszulgatni. És hát nyilván egyébként a szuperkonkaror meg a zöldre elment ugye arra az oldalra. Bár hozzá kell tennem, hogy pont erre számolt nagyjából mindenki. Eddig ebben a körben nincsen sem meglepetés csett. Egyébként igen, a domb az elég itt sebító. Csak nem tudjuk az ellenfél mennyire figyel, hogy hány kempert éri lehet a háttérben. Kockáztassak egyet. Mondjuk mi baj történhet, maximum előnek bennünket. Jó, hát ez viszonylag lazán ment. Hello Green Knight, hello Conan, jó mindenki. Szépet megy az a fos. Holy Jesus Christ. Jó, van még egyébként egy lövedéke. Hát így már nincsen több. Ó, ez komoly. Klikker rám látott. Jaj. Nem tudom egyébként ezt a post, hogyan tudtam volna elkerülni. De talán még meghoztam az okosabb döntést, az, hogy nagyjából oda kihúztam. Na mindegy. Még azt megnézzük, hogy a Super Conqueror esetleg belül valami. Figyelj, mennyi az esélye annak, hogy a Super Conqueror fel akar jönni középen? Lehet, hogy van rá némi szansz. Eléggé bátor. Bátor játékos. Hát figyelj, szerintem ilyen 18 környékén végeztem ezzel a nehéz tankkal. Talán megnézzük még ugye a havi jelentését a World of Tanks-nek, megnézhetjük a Cube videót ilyen reakciós szinten. Aztán szerintem ezt követően lesz lehetőség tankérésre. Ez nagyon para.
az ellenfél brutálisan tolja. Nincsen fék. Fahrzeug zerstört. Nem, az ilyen turbó mérkőzésekben szerintem ez a tank nagyon-nagyon gyenge. Hát ott megpróbált leesni a Mustang-21B, nem tudom, hogy mennyire lesz sikeres a manőver. Hát még fogjuk rá, hogy valamilyen szinten összehozza. Jobban csináltam, hogy az övetli maradjunk annyiban. Ja, fene. Hát figyelj, 3.9. Gondolom a te tankérésed a 105F3. Igen, azt én is figyelgettem, hogy volt egy ilyen tankérés, hogy pont ezzel a tankkal jött tankérés, de hát a mai napon mindenképpen ezzel játszunk, szóval vedd úgy, hogy akkor azt elsítettem. Ugye el? Nem, azzal már játszottam. Volt már Puriel tankérés, ezt már valamikor lejátszottam. Az elmúlt napokban. Nincs sem beragadva semmi. Egyébként ez eléggé tragikus eddig. Nálam ez a nehéz tank alul teljesít. Abszolúta. Nem tudom, mikor játszottam a Pudi ellen, hogy belegondolok. Hát vissza kell pörgetni az elmúlt időadásokat, Veszti. Ez a megoldása a dolognak. Vissza kell pörgetni, meg kell esni. Az a baj szerintem, hogy ez a nehéz szank egyszerűen túl gyenge lesz arra, hogy egyáltalán úgy bárhol megjátszom el a lépéseket normálisan. Legalábbis én ettől tartok. Ugye gyorsan kéne kipíkelni, de ha gyorsan kipíkelek, akkor ugye egyszerűen aztán szétesik, és az úgy már nem az igazi. N4-es hibázottam úgy. Uraim, nem is tudom. Nem egyszerűen, tényleg úgy érzem, hogy ezzel a nehéz tankkal hanem akkor nem tudok mit tenni, tehát nincsen páncélzat, nem tudok beleállni kellő mértékben az ellenfél támadásába, nem tudok támadni, mert ugye tártöltős és gondolatlan is nem megbízható. Tehát kb. Tényleg azt kéne, az ellenfél hibázzon, valahogy kijöjjönnek elém, és akkor tudjak formálni keveset. Csak az a baj, az a tank, ami ott játszik, mert ez a AX szerint valamilyen Manticore vagy TD-bönséggel. Amikor píkelek, akkor beszpottolnak. És így már nem tudok ugye kipíkelni biztonságosan. Eléggé mi vagyok lőve ebben a helyzetben.
Lehet, hogy tényleg az AX van abban a bokorban, vagy ilyesmi. Majd a TVP spottolt be, miközben ugye jött errefelé. Ki tudja, mi történt ebben a körben eddig. De a nehéz tankokkal fixen tudok foglalkozni. Mausra, ST2-re kipíkelgetni, én is tudom, mennyire működne. Ez mondjuk nem olyan rossz, egy ilyen 500 sebzés volt, viszont cserébe elbuktam nagyjából 300-at. Hát nem is tudom. Ha még ott próbálkoznak, nem tudom, Leo-val, TVP-vel, akkor talán még egy kis sebződésem lehet, szinte nem tudtuk rá. Egy lövésem szinten még fixen lehet az államfiak az apas tankéba. Inkább még várok egy keveset. Na, gratulabor aki, grat hozzá. Oké. Hát innentől kezdődően töltögetnem kell. Chat. Vágod, hogy elkapolázta a testünket. Tehát miközben mozogtam előre-hátra, a Leo összehozta azt, hogy a egy pixelen konkrétan elvégett el Urander. Urak, aki elkezdi az orosz szervert, mindenképpen lépjen be a klánba. Hello, Karpizol. Csak az lehellett, chat sem. Van TP-t kérem úgy valahogy elkapni. Valahogy elérni tudod, hogy kicsit jobban bejöjjön, vagy legalább azt elérni lőjön egyet, és utána ki tudnám tárazni esetleg. Ez megy alakul. Hát ez így igazából egy ingyen sebzés. Ja, maximum az N4 előszer, de beleférem úgy. El tudjuk vinni a 60 TP-t, mint a kezdőből. Amúgy attól nem erős, szerintem az előnye. Vagy olyan kevesen játsszák, hogy nem tudja az ellenfél pontosan, mit kell kezdeni ezre a nehéz tankkal szemben. Nem tudja, milyen gyorsan tölt, nem tudja, mire képes. Ennyi az előnyöd, szintem ez a nehéz tankkal. Nem tudja az ellenfél, mire számítson. Ennyi az előnyöd vele. Hát figyelj, egyébként ezt mi lehozhatjuk. Ez még olyan szint, nincs elveszítve. Ha még itt az ellenfél tök a részik, meg minden, akkor azt mondom, hogy talán elő is hozhatjuk. Még itt tökölnek, bénázgatnak, akkor azt mondom, akár még elő is hozhatjuk ezt a kört. Amúgy a TVP is igazából bemutatta, hogy lövése nincs arról, hogy én milyen tankkal játszol, milyen szintén jelentek veszít a számukra, csak gondolom, hogy próbált csinálni, aztán pofára esett. Fixen nem tudják szerintem, hogy mit kell tenni. Viszont lehet, hogy a PvP roncs innentől annak az AX-nak ugye elfedezék lesz, ami nem jó hír annyira. Olyan mi spottolt be. Ami egész addig, ameddig a várost pontosabban itt az 1-es-2-es tudják tartani, addig a várost is tudjuk tartani. A gond akkor fog megtörténni, hogyha a várost elveszítjük. Egy tárra bele kéne veszteni ebbe az N4-esbe. Viszont most megint töltögetnem kell. Világ végéig töltögetést sem. Oh shit. Ugye ez nem az
aminek gondolom. Ah, shit, a jó vágán taktika. Ah, nem jó. Két pont, kettő. Not bad, not bad, not bad! Haha! Szóval mondom, ennek a tanknak egy előnye van chat. Rohadtul nem tudja az ellenfél, mire számítson, amikor ez szembe jön vele. Nem tudják egyszerűen. 7.2 szerintem ebben a körben, ebben a mezőnyben nem volt indokolt. Ami szerencsém volt, hogy egyszerűen szintén nem tudták se van, hogy táras tankkal állnak szemben, hogy milyen gyorsan töltök, mekkorát sebzek, semmit nem tudnak erről a tankról, mert olyan kevesen használják. Nem mondom, ebben a körben szerintem volt esélyünk nyerni. Az ellenfél tökölt, a csata több mint 8 perces volt, sokat tököltek ebben a körben, volt esélyünk. Kicsit jobban játszik ez a nehéz tankunk, a medek sebeznek, mondjuk az E50-19 lövésével. Kicsit többször eltalálja az ellenséges tankot, nehogy Isten be is üti. Na, de ez eddig fasza. Hát igen. Ez a tank egy éve. Csak mivel gyenge a tank, lényegében senki sem használja. Elég egy ilyen gusz, aztán az emberek nem igazán vetik be. Még azt szerintem egyébként nekem a jobbik oldal. Ezért mondom, hogy nagyon ritka, amikor valaki előveszi ezt a tankot. Mert alapvetően valóban nem egy jó tank, alapvetően valóban egy gyenge tankról van szó, tehát... Evon. Köszi a hármas megtekintés és sorozatot, Uti, danke. Az oldalról píkelgetni a középen lévő nehéz tankok nagyon veszélyes a dombon lévő tankok miatt. Ja, Bett is régi kapja az áldást. 277 vajon mire készül? Az ott milyen taktika? Redline Room. Nem is láttam még ilyet. Milyen még egyszer nekem el fog lőni még ez a tank? Hát így már nem. Ez milyen taktika lehetett? A brutálisnak téri az ellenfél. Az a Conqueror eléggé állukó.
ez a tonnálnyi assziszt. Na jó, szerintem ezt a kört elvesztettük. Ouch. Suicide Squad, mi? Uha. A nullás az mindenképpen kéne nekünk pedig. Oda akarnék menő segítség, csak ugye először el kell verekednem magam ezen a kettő tankon. Azt ugye a sineken. Nem ér, azt már nem írva a kockázatot. Amúgy meg mind a kettő meddel végeztek. Hát ez így szíves. Ez így se totál szíves. Rógenerál. Ennek a tannak van-e valami pozitív tulajdonsága? Jól néz ki. Lexi. Nem tudom, hogy ez mennyire számít. Ha számít, akkor jól néz ki. Szia Voltage, igen, kijött a videó, szerintem amint végezem a tesztelgetéssel, majd megnézzük, hogy pontosan mit kell tudni erről, megnézzük a közérdeti információkat végig oldalról. Hát az mondjuk easy peasy lemon squeeze. Elmisszeltük, az szép. Erről ne beszéljünk, chat. Ne beszéljünk arról, hogy mi szerettem el azt az FPTD-t. Tudom, mi a pozitív tulajdonsága? Az, hogy nagyon... ez egy fair play tank, ez megadja az esélyt az ellenfélnek is arra visszorülhessen. Az a pozitív tulajdonság, ez egy fair play tank, Robbery. Potter vagyok. Nem tudom, PZ hét talán rálátott arra a Manticore-ra, tudom is én. Hát valahogy pedig el kéne vinni a csogát. Jó, elvileg előttem már nincsen nehéz tank, inkább rátöltök. Manticore nem fog ráfutni, abban egészen biztos vagyok. Hát talán az IS-4-nek van töke támadni. Nem ár, Arti, nem ár! Zidob. Jössz szépen, köszönöm a 4 hónapot neked, danke schön. Hát akkor, nem tudom. Tankba kéne elvinni, ha jól sejtem. Hát egy lövés sem még. Akkor hagyjuk.
Akkor hagyjuk! Egyébként ami még talán bejöhetett, hogy mikor rejöttem arra az FPTD-re, akkor talán volt egy vaklövésem, és akkor ha az összejött, akkor ilyen 4000-rel végeztem. Ez nem szerver kérdés, a tankista, rosszul teljesítek én is, a csapattársak is, ez következik. Ez a baj, vegyük a másikból. Érted, hogyha béna vagy, akkor nem számít, hogy melyik szerveren tolod. Ha nem vagy hatással a csatára, az nem szerver probléma. Igazság, hogy elég is a csatát elrontok. Egyébként legalább egy ilyen 4-es szintű fémora, csak spattintok már magamnak. Az baj, hogy... De most az oké, hogy az átlagsebzés az nem tűnik olyan rossznak, de egyébként nem kiemelkedő, plusz nem vagyok hatásra a csaptárom, az a baj, hogy a sebzés nagy része akkor jön össze, amikor már igazából nem számít. Szóval ez egy ilyen probléma, ugye? Hát mondjuk, ha gyorsabban tudnék kicsit sebezni, csak az első 2 percében meg nem mondjuk az a 3000 sebzés, akkor nyilván nagyobb arányban nyernék. Az a baj szerintem ez a nehéz tank egyrészt, hogy tényleg a csata közepetájéken van meg a sebzésen, meg a végjátékban sok esetben. De ott meg ugye nem vagyok hatásra a csatára. Micsoda? GG, your mom in my bed. Milyen kreatív beszólásért még... Ért még sosem hallottam. Előjönnek a gigacsedek. Vagy mi van? Mi van kis síra? Elkaptam anyádat egy menetre. Egyre kreatív vagyok, hogy beszóltam. Ej! Nem annyira hatékony annak a mednek a taktikája. Finoman fogalmazva. Kobra 999, aha. Hát nem tudom, chat. Elbuktunk egy 10-es közepes tankot, lényegében az semmiért, szinte azonnal. Ez így nem annyira pozitív. Meg ugye azt se tudni, hogy milyen szintű a supportunk. Most elvileg van 2 arti mögöttünk, ugye, amik talán támogatnak majd bennünket, de hát most ez vagy igen, vagy nem. Vagy mi szeretem el?
Hát igen, még mindig az a probléma, hogy nem tudok egyszerűen ezzel a tankkal egy sebzést kiosztani, amikor kéne. Egyébként egy szerencsével talán még a közepes tankok be tudnak keppelni. Még amúgy talán ennyi összejött ebben a körben. Mert az LFP-től most szinte minden tank ugye itt van. Aztán lehet, hogy talán tud keppelni a néhány medünk a túloldalt. Persze, ugye az is a szempont, hogy egyáltalán mit tudok fordulni normálisan, hogy tudjak a támadóba damage-elni keresett. Mondjuk az durva, hogy beütött. Ezt nem láttam jönni annyira. Ennyi voltam. Talán a medek be tudnak keppelni. Már nem tudom mennyire eltervezik, de amúgy, hogy beállnak a capzónára, lehet, hogy megérnék. Type 58, nem Type 68, az... Erről beszélünk, nem? Róla. 9-es japán nehéz tank, teszteltem már. Ő nagyon sokszor adja ezt a címet, volt is. Szinte annak van egy ilyen izé, egy ilyen sablon, hogy és akkor ilyen random Twitch adás címek, és akkor na, ez jó lesz. Type 58. Type 58, Tier 6-os kínai közepes tank. Rómáté. Hello mindenkinek egyébként a YouTube-on, chat se. Az a baj hozzi, hogy nem igazán tudok, tehát hogy oké, hogy nagyjából 4 órán keresztül játszottam azzal a japán 10-es döggel, de annyira hulladék meccseim voltak vele. Annyi volt az ilyen 5 perces síró turbókör, hogy igazából úgy éreztem, hogy bármilyen tankkal tolhattam volna, nem lett volna semmi differencia. Ez azt hiszem, hogy is mondtam többször, hogy nem volt, talán egy vagy kettő normálisabb mérkőzésem volt a Type-val, és a legtöbb az egy ilyen semmit érő, ilyen turbújró vágen karika volt. Ja, Panzer 58, az a mucc, csak festés nélkül. Tehát Schwarzpanzer 58, Panzer 58 mucc, Panzer 58 ugyanaz a tank. Csak ugye ez az alap verziója a tanknak. Hát igen. Miért érzem úgy, hogy... Magyar páncélosok elit hadosztálya. Na mondjuk azt hozzá kell tenni, valóban olyan túl sok karikát nem nyerek meg ezzel a nehéz tankkal. Egy ideje eléggé szenvedek vele. Lehet, hogy egy-két kört amúgy szépen lassan csak nyerhetnék attól függetlenül, hogy most tulajdonképpen akkor tudok-e sebezni a nehéz tankommal, vagy sem. Húha, dupla arti, ráadásul elit szintű mind a kettő, plusz tárasak. Ez nem jó hír, enyhén fogalmazva.
Nézzük a keresztűz pozíciót első körben, hát ha. Eddig jó. Kár, hogy rajtam ki valaki más is spottolja a petőnt. A jégépézés a grillel nem tudják kerülni a petönt. Kicsit amúgy meglepő. Szerintem nekem még kell majd játszanom hozzá azzal a tankkal, tudjak arról a tankról véleményt mondani. Mert hát tényleg majd azt kéne, hogy kapjak normálisabb mérkőzéseket vele. Mert... mondom, ilyen turbó csatákkal nagyon nehéz véleményt alkotni. Legalább azt úgy bekapta a seggébe, 60 TP-től, gondolom. Viszont nagyon nem állunk jól. TVP azt kapta holt. Hát, ja, még 10 másodperc, addig az STR vészénnél formolja magát. Hát ez konkrétan így semmit nem ér. Szerintem egy big rossz volt, talán valamelyik TD előheti. Vagy nem. Hát uraim. Talán még a tevepattal kap egyet a hátába. Ha el tudjuk találni. És akkor gondolom, hogy még egy digep is kéne ezen kívül. Nem állunk jó, nem tudom mennyire akar az S100-os bekeppelni. De ha be akarják húzni, akkor igazából meg tudják tenni. Gondolom ez majd még elválik. Ja, én is érzékelem, hogy baromi lassan szűkül be a tank. Na. Csak nem húzz ebből a bázist. Vagy tévednék? Csak behúzzák. Jó, oké. Okay. Utolsó pillanatban megtörtént a dike. Hát igen, tehát hogy más nem tud lőni, csak engem a telepata. Egyszer más sebe durrantottam, meg minden, előbb-utóbb rám fogja tolni. Ez így eléggé brutálisnak néz ki. Ez így ennyi volt. Martin azt mutatja, az a 100. jelzőség, hogy a löveg milyen szinten van beszűkülve, illetve hogy nem 100%, hogy nem zöld, akkor azt mutatja, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy beszűkülni teljes mértékben. Igen.
egyszerűen 5 perc, ugye volt egy elrontott tárzása az estérvére, az kettő mellé ment, azt meg rátöltöttem. Ki volt mesélve a csatából kb. 70 másodpercre. Egyszerűen ezzel a tankkal. Ez nincsen kellő sebzésed. Tehát 2000-es DPM értéked van, tehát percenként 2000 sebzést belepumpálni az ellenfélbe, az brutál kevés. Azt jelenti, hogy mondjuk egy Object 277-re, hát nem tudom, hát nagyjából egy perc, ameddig megsemmisítem. Rúvenccel. Én is megvettem a T42-est, van is róla tesztélő adás a YouTube-on. Ugyanis szerintem az egy eléggé menő franchise, és úgy voltam vele, hogy már akkor egy ilyen The Boys csomagra csapok én is. Nekem a The Boys nagy kedvencem, és akinek van Prime Gaming fizetése, az tudja nézni a Prime videón a sorozatot, és az egyik legjobb egyébként. Ilyen szuperhősös tematikával. Nem egy jó P-tank, halljuk be. Látunk már jobbat. Na, az giga hiba. Csak nem vagyok rá felkészülve. Ilyen undorítóan nagyokat hibázik az ellenfél, sem tudom kihasználni. Oh, hello, 30-70 RTX. Hi, hi. Csak innentől kezdődően megint játszhatjuk a töltési időszimulátort. Fuck yeah. Igen. Úgy épp ez a gond, hogy nem igazán tudok píkelgetni. Baromi erős tankok rendelkezik az ellenfél. Meg ilyenek, szóval... Hát a jégépvézi szerintem engem úgy bever. Esélye nem lenne. Utána az a VKB hibázik egyet, és akkor a Type az formálpúvá válik. Várjál, alap AP-val bejut a Type 4-en. Az úgy, amúgy what the fuck? Ja, elkupolázott. Hát jó. Akkor oké. Akkor jó, akkor GG Type 4-es. A folytatását várod? Egyébként, ha... Nem, szerintem egyébként a magyar nyelvet el kéne gondolni. Sürgősen. Én azt gondolom. Például szerintem ezt a pontos sétrészülön a sírre kell felejteni. Nem tudják az emberek megtanulni, tehát felesleges egyébként. Érted?
a szabályban hiába van benne ez a pontos y, most nem tudja senki használni, akkor minek van? Tehát szerintem meg kell reformálni a magyar nyelvet, sőt. Kéne megint valami nyelvújítás, én azt gondolom. Nem, egyébként nincsen benne semmi logika. Tehát a pontos shapezone-asi, abban nulla logika van. Most vagy megtanulod, vagy nem tanulod meg. Az van például az, hogy mondjuk muszáj. Na, az milyen ép? Pontos vagy y-os? Meg ott van mellette az, hogy muszáj. Az pontos vagy y-os, ugye? Tehát, hogy nulla logika van benne. Vagy tudod, mert bemagoltad, vagy nem tudod, mert próbálsz gondolkozni. Nem fogsz rájönni, persze, mert kitalálni. Ez egy hülye rendszer egyszerűen, és nem is tudják az emberek alkalmazni. A Manticore meg lehet. Rújani. Tehát ha én lennék, nem tudom, magyar mutatási miniszter vagy valami, én fixen bevezetném, hogy a magyar nyelvet megrújítani megint. A y-sét, meg a pontos sét én tökre elfelejteném. Kivennék egy csomó olyan betűt, amit az emberek nem tudnak kezelni, használni. Ennek is semmi értelme. Nézzünk egy fullos tárat. Már fullos tár, hogyha a tájt nem akar kirohanni a többiek elé. Amúgy jó kör. Gondolom, hogy már így másodjára nem töltök be. De talán még a T-92 HMC tudnám rammolni. Itt van, pont előttem. Na, de elmény, akkor a betöltök. Itt van, itt valahol. Aha. Ó, pont betöltöttem. Na hát akkor így a nyelvújítás alatt 6.5. Néha tud működni. Ez a nehéz tank. Nem tudom, majd megírjátok a comment szekcióba, hogy mik a meglátások a nyelvújítás elképzelésemről. Végre. Győz a skorika. Ez nem is rossz. Na várjál, feladat, harcolj 3 csatában. Jó, hát ezt talán lehet teljesíteni. Go next. Figyelj, túl sok mérkőzés, amúgy ezzel a nehéz tankkal nem nyerek, 21%-os győzelemarányom van vele. Amíg az a vicc, hogy napokban túltam ugye a Type F1-gel, azzal sem volt sokkal magasabb elvégésebzésem. Nem működik ez a tank olyan rosszul, csak nem működik elég jól.
Uha. De a térképen volt egy rossz élményem már a mai napon. Na jó. Let's go! Hát, bocs, stérvé. Kritikus nulla a lövegébe. Shit. Még az zúra, hogy milyen sokan döntenek úgy nehéz tankok közül, például Phase 1-es, legjobb Gundep rendelkező tankok egyike, elmenek campen az 1-esre. Dombról igazából van támogatása az objektnek. Kicsit túltolja, de nekünk ugye ez tök jó. Ajaj, 50 TP-s, ez nem jó nekem, nagyon nem jó az nekem. Betöltök a vajon, hogy az 50 TP-vel szemben tudjak harcolni, ez itt a kérdés, még 20 másodperc kávé. Szerintem ő ennyi volt. Szerintem csak kétszer fogok ráülni. De hát így meg biztos, hogyha lehápizzák. Hát figyelj, amúgy ezt megnézhetjük, hogy hátulról tudok-e még farmolni egy keveset. Még azt nézem, hogy a nagy baj nem történhet. Nem hiszem, hogy ránk akar majd esni az ellenfél. Mert 29 HP-n lévő tank is tud veszélyes lenni. Amúgy meg igen, ez ott van TP. Akartam volt mondani még valamint, hogy hiányozik. Jó, fel tudok menni a sziklához. Éppen tölt ugye az ott van TP. Egyébként figyeljetek, most így eltelt ebbe az élőadásból több mint 2 óra, és amúgy kezdem megkedvelni ezt a tankot. Kezdem érteni, hogy amit kell használni. Ezt nem mondom, hogy bele fogok szeretni. De kezdem érteni ennek a tanknak a működési elvét. Ó, oh, azt hiszem, egy fos voltam, úgyhogy mit eltaláltam. Yep.
Na, 89 assist. Holy moly. Eddig jó. Oh boy. Ahogy még az a vicc, az a Mr. lövés alá szalpára megmentette a csatát, legalábbis egy kombinált szempontból. Hú, ezért vannak bajok színem ezen a hisztankkal. Lehet tudni, elvileg közítette a Wargaming, bár hozzá kell tennem, hogy még nem néztem rá. Ez egy olyan tank, amivel szerintem viszonylag agresszívabban kb. Ész nélkül be kell tolni időnként. Mint hogyha úgy érezném, hogy ez a megoldás. Ugye ezt már tudjuk szerintem így előjáróban, anélkül, hogy megnéznénk ugye a havi ajánlóját a World of Tanks-nek. Az egyik ugye a BZ lesz, a kínai 10-es nehéz tank, ez amúgy kb. 100%. Hát a másik, az nem tudom. De megnézem majd nektek. De inkább úgy mondom veletek együtt ugye. Az egészet, amint végeztem ezzel a nehéz tankkal, meg a teszegetésével. Hát, nem nyilatkozom. No comment. Talán igen, talán nem. Hát innentől kezdődően azzal majd az ellenfélből hova megy, mit akarnak csinálni, stb. Amúgy ebben az utcában fixen lesznek tankok, csak szinte még kicsit várok, hogy majd hibázzanak, hogy valami. Aha, 4.30 szú. Ez a STRV. Még ezek nem rossz tankok. Amúgy ez egy eléggé fura karika eddig. Nagyon meglepő, hogy itt bent nincsen tank egyáltalán. Amúgy bármi is felbukkanna itt, hogy lője hátba a 113-at, akkor igazából onnantól kezdődően tudnék kicsit aktívabban csatlakozni be a csatába. Csak igazából egy ilyen csapdázó megoldásban gondolkozom, hát nem tudom, hogy meglátjuk, mire fog működni a gyakorlatban. Csapdázó megoldás. Délen rosszul állunk. Amúgy el kéne kezdenem kicsit aktívabban sebezgetni az ellent.
Hát figyelj, nem igazán tudom kivárni itt a lehetőséget, szóval csak benézek már erre a 4.30-ra. Hát a hibázik, vagy valami. Innentől kezdődően fixen be kell majd jönni az ellenfélnek. Oh boy. Lehet, hogy kevés sebzéssel zárom a kört, hogyha az ellenfél nem tolja be. Ha nem jön eddig eppelni, akkor talán megszívom. Nem igazán van lehetőségem, be kell jönni erre a grillére, aztán tárasz rajta egyet. Egyszerűen nem tehetek mást. Köszágyú. Arra a leóra pikem azonnal minél gyorsabban. Menekül elfelé. Érdekes módszerekkel játszik az ellenfél. Ebben védekezniük kéne, tikeppelni, meg ilyen egyéb világ dolgok. Hát nem szívesen, feltétlenül el kell vinnem, hogy a bobjectet. Jó, így akkor már gonddal kevesebb. Hú, ez 500 méterre egy grille. El fogom visszaelni. És nem. Easy blind, easy life. Jó. Elképesztő, hogy a 1.9-re rendelkezem eddig. Tehát tényleg agresszívabb lehettem volna. Jóval agresszívabb amúgy. Hello, Robi. Ezt volna értem rátöltani? Ó, oh. Azt hiszem, az nem rossz. Jó, hát az ellen leáfingott. Amikor AP-val lő, akkor kell végig bárhol penetrál. Micsoda? Árpádik lepeszt rombolóra. Miért? Miért váltott rá a Trepassz rombolóra STB? Amúgy figyelj, 2 pontot sebzésben, meg még mellett 3000 assziszt, az úgy azt mondom, hogy egynek elmegy, azt el lehet fogadni. Amikor a kíváncsi volnék, hogy amit szeltem el a grillét. Amúgy az az igazság, hogy ez a konfig szerintem ezzel a nehéz tankkal egész jól működik eddig. 7 heavy tank. Szép mennyiség. Oh,
azt nézem, hogy az ellenfélnél szinte csak kezdőjátékosok játszanak. Tehát ahogy én, ők is rengeteg, vagy nagyon kevés csatával rendelkeznek. Nincsenek olyan magas létszintű tankokkal felvértezve. A Super Conqueror még más kérdésű, az legalább egy ilyen 200-300 csatával, ha nem többen rendelkezhet. Jó, azt tudom, hogy a VK miatt kaptam be. A VK random úgy gondolta, hogy mi lenne, ha bemenne mögém. FBI, Super Conqueror, abban a szempontból bal szerencsés, hogy kigyújtották, abban a szempontból bal szerencsés, hogy volt már a tűzoltó készülék. Úgy annyira nem hiszek én abban, hogy az embert ebből a pozícióból meg lehet sebezni normálisan. Nem legyen véke. Engedsz játszani? Egy arti van. Még az egy arti ide is lő. Szóval ez így kicsit para. Kupolát tudom megnézni az M5-ön, csak nem tudom megérje három lövés, úgyhogy fixen elveszítek ért egy ilyen 700 HP-t. Háromból egy eddig. Hát, jó. Hogy hát nem annyira jó, de ez van. Leopár 1-es. Hát de, urak, és akkor így a map control, meg a többi az hová lett? Megvan a Leo 1. Hogy emlékszem, hogy én ezt az egész Power Rangers franchise eléggé éltem még gyerekként. Valahogy bejöttek ezek a dolgok. Azt hiszem nekem talán a fekete volt a kedvencem, egy ilyen fekete Power Ranger később jött be a sztoriba. Hát nem tudom. Leo píkelgete vajon vagy sem. Kíván jól. Oh, hello Sun King. Köszi a testmetekintési sorozatot. Mioni, neked is ciao ciao, illetve hajó minden nap, hogy már ideért. Nem köszönt, vagy afkó, vagy bármi. Hát jó, szintén bennünket ebben a körben megalázok intől kezdődően. Amúgy a kettő végkel ment el szerintem ez a csata nagy mértékben, nagyon passzívak voltak. Gondolom úgy voltak vele, hogy majd a többiek fogják a lövéseket, csak hogy ők voltak a valódi HP-val rendelkező tankjaink, aztán semmit nem csináltak és... Ennyi a kör. Elmertek volna a kettesre, elmertek volna a dühöngőbe, nehéz tank oldalra,
Nem volt ott sehol, bekempeltek a leghátsó sziklákhoz, és nem voltak hatással a mérkőzésre, és vesztettük azt. Ez ennyi múlt. Pedig jó játékosok voltak, de szinte nagyon rámentek a statra. Hú, de jó játékosok. Ja, hát ezek statpadrek voltak. Jó játékosok, de szinte full passzívak, és de csak arra mentek rá, hogy valami sebzés összeharácsoljanak maguknak, és a többi már őket nem érdekel, intől kezdődően. Igazán adhatná nekem majd Novkert ilyen normál mérkőzésben is, mert vagy akarom mondani, ütközeti játékmódban ezek a normál mérkőzések, ezen a nyílt térképen nehéz szangokkal, hát nem is tudom, csat. Annyira nem jók. Amúgy figyeljétek, hogy milyen szépen el vannak osztva a tankok, meg ilyen tank típusok. 3 nehéz tank, 4 med, 3 TD, 3 light, 2 arti. Ez olyan, hogy egy kicsit legyen mindenből is. Nem tudom, mire fognak rám hallgatni a többiek, majd meglátjuk. Jó, oké, kilöntöttük a fél erdőt, reméljük, hogy nem annyira gyanús. Én lehet támogatni a dombon játszó tankjainkat. Eddig egy sifi. Hát uraim, ez a lövés eltűnt a semmiben. Erről fix, hajhaj. Na még egyszer. De az FPT-d is lőtt ület volna. Oj, hát kár volt arra a csüktinet lőni, amíg az FPT-d-t a dombon nem gondoltam volna. De mindegy.
Hát akkor ismét töltésidő szimulátort játszunk, chat. Az a zavaró egyébként ebben a mérkőzésben, hogy konkrétan egy darab könnyű tank, vagy akár közepes tank tudná az egész dombot spottolni. Aj, kár volt ráülni. Az a baj, hogyha a csifit elviszik, anélkül, hogy tudod, elvillannának, akkor nekem szinte minden menekülnöm kell majd. De minimum legalább az A2 vissza kell húzódnom. A betorti az ellenféltől előtte a menekülő betortit. Az ilyen. Pont eltűnik. Bűségzavara. Akkor run boy run. Szia Spárt, ahogy korábban a ládákra felmész, a felkiáltója jutalmak oldalra, és ott tudom majd kiváltani. Hát az bántóan jól is volt a backlicker részéről. Hát gondolom figyelgett, hogy dőlnek a fák, aztán ide blindolt. Szerencséje volt, mert többé vert engem. Hát én nem látok rá. Talán nem tudom, EGPZ, 140 esetleg, hogy a tüzér tud rálőni. Mondjuk az is igaz, hogyha az a Manticore meg lenne, akkor onnantól kezdődően már a nagy fenyegetés igazából nincs ebben a körben. Onnantól akár tudnék támadni is egyet. Oh shit. A dombról, mi? Amúgy a fix előttel van a Manticore.
szinte meg kell néznem. Lehet, hogy elő az STRV, vagy akár az F7T-re, szinte ezt a Manticore-t meg kell néznem magamnak. Hát, ha elkel valami hibát, random beszpatulik, vagy ilyesmi. Nem fogom, az a baj, nem fogom megtalálni. A szövetséges Manticore-nak kéne eljönnie ide, nem fogom beszpotolni. Én keresítem a világ végeztéig is, nem fogom megtalálni a Manticore-t. Amúgy a sajnálom, hogy általában ezzel a nehéz tankkal nem olyan szoktam megkapni ezt a térképet. Vagy akarom mondani, light tankkal nem kapom meg ezt a térképet. Mindig nehéz tankkal akarja megadni nekünk. Most megint ilyen megfulladt. Hát figyelj, lehet egyébként még ő csinálta jól, mert itt a Manticore, így hogy a saját Manticore-unk nulla szuppoltot ad. Nem az a séjem. Nyile fog lőni ez a Manticore. Így meg tényleg csak idő kérdése. Az a baj, tényleg akár mennyire szeretném is megkapni a támogatást a saját Manticore-unk részéről, nem fog ide jönni. Amúgy, ha lett volna ezt, sokkal marabb jövök ebbe a pozícióba. Az a bén sokat tököltem. A többieken múlik innentől kezdődően. Egyébként az STB egy akár... Oh. Meg lett a Manticore akkor viszont... Devaj. Nincs a spotter az ellenfél, ami ötset. Itt a lehetőségem arra, hogy valamit csináljak ebben a körben. Kérdés igazából mások olyan, hogy vajon odaérek-e a csatába időben, vagy ennyi volt akkor a számunkra. Kettő perc. Gondolom az egyik arti, a T-Krenzfen 2-es ott játszik az F0-ban, teljesen bent a bokorban. Na? Valami gigasnipe?
Szerintem én erre már nem töltök rá. Hát az a baj, hogy ha a Batnek van esze a Batartnak, akkor egyszerűen csak erről van jobb oldalra. Oda, ahol kilőttük, ugye az, kilőtte az STB-t. Ruanded. Hát ahogy látod, teszelgetjük a C-vegyeremény tankunkat. Hát ott egy arti, reméljük, hogy nem tud kilőni bennünket azonnal. Hát ez jó ábrán volt. Pedig tudtam, hogy hol van. De ez van. Akkor itt döntetlen. Hát kalapács, nem boldog. Bár nem tudom, hogy ez-e a valódi játékos neve az embernek. Mondom, nekem például sok kiesett, sok lehetőség amiatt, mert nem tudom, a Domnál nem volt könnyű tank. Volt három könnyű tank, a három könnyű tankból egy sem érezte úgy, hogy a Domhoz el kellene mennie. Hello, szakú. Hi-hi. Hello, mindenki. Hello, Roberts. Hát, mondjuk az a blind, ez menő volt. Wow, 2 arti, 4.5, 3000. Kalapács, magyar játékos. Ez a 363 assist ez. Oh shit, a másik Montecor 0, az EBR legalább egy 3000 assist-szal végzett. De hát figyelj, az ellenfél egyik light tank 3100, a másik 790, a Montecor 7500. Kalapás, ha te magyar játékos vagy, tanulj meg spotterrel játszani, fater. Go next. 15 perc alatt mai napkán 363 sport assist, az semmi. Hello, Dragunov. Na jó. Egy ilyen 20 perc szeretnék adni ennek a tanknak. Hát az ilyen tempói csatákkal talán 4, jobb esetben 3 vagy 2 karika, majd meglátjuk, majd elválik. Uraim, attól tartok, hogy ilyen zenére be kell tolni. Nem lesz választásom. Ha ilyen zene megy a háttérben, akkor kérdezik, mértékben be kell majd tolnom. Bár, mivel valamilyen oknál fogva, kettő nehéz tankunk elment bal oldalra játszani, lehet, hogy még kivárok egy darabig. Városban ez így ebben a formában nagyon érdekes. Most megnézzük, hogy vajon a Bobzsa tud-e játszani a játékkal. Egyelőre gyanús, hogy nem. Viszont rá kell töltenem ezen a ponton. Előrébb jönnek. A
Hát figyelj, úgy nem nagyon láttam még ilyet, hogy a városban ennyire defenzívek legyünk, de biztos, hogy megvan ennek is az oka. Innen rá fogok látni a sodára hosszú távon, kicsit még várok. Persze a pakliban is benne van, hogy ugye az ellenfél is rám lát ebben a helyzetben. Jep. Na jó, ezt amúgy megúsztam, töltsünk rá. Igen, ez egy ilyen kétélű penge, ugye, hogy oké, hogy én rájuk látok, de akkor ugye ők is rám látnak, tehát ez ilyen oda-vissza adok-kapok. Katika. Katika. Igen, ez egy ilyen hiperdefenzív atikát játszik a csapaton. Az ellenfél meg egy ilyen szuper offenzívet. Mert egy rátöltés. Úristen, 400 sebb, de csak Rickertől. Oh shit, az nagyon komoly. Ugyan fogom túlélni. Chat. Csapó kettő lövés. Aha. Rájött arra, hogy van baj. Jó, toljuk vissza a várost. Oh, hello Beaumont. Oh shit. Szerencsére ebben a körben egész jó support. Mi előszerrel fog ez rám lőni vajon? Ez nem derül ki. Na jó, hát akkor davaj, szuka. Nincsen több hűtőnk az ellenfélnél. A városban se gondolnám, hogy lenne bárki. Szerintem már az a sodatértően sem közepet játsza. Legalábbis, ha van esze, akkor már réges-régen elment onnan. Azért azt csak megnézem, hogy van-e valaki itt a környéken. Igen. Sem lehet tudni alapon. Vagy ilyen készül fel mindenre alapon. Hát úgy látom, hogy egy 2-12 áll. Elfáltok a Péterre, kicsit spóroljunk a klikkerrel. Micsoda? Már? Nem már! Nem már! Mi? Nem! Meg fog fulladni. Baszki!
Várjál. És akkor a T5-ben mi mindig középen van. Oké, okay, hát ez szívás. Nagyon elkalkulálom itt a csatát sem. Nem láttam jönni a Suicide Clickert, nem láttam jönni a középen lévő Skodát. Hú, ez eléggé elcsösszel, maradjunk annyiban. De nagyon sok bénázás részemről. Szűkülj, 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 tölts, 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 tölts. Ó, leégett. Nem láttam jönni ezeket a járműveket, maradjunk annyiban. Na jó, biztonság kedvéért még azt megnézzük, hogy itt a sorokban van a védőtank. Még általában ide szokott beállni, egyve kettő dög. Megnézzük, hogy itt van-e valaki, azt hiszem. De nem megyünk tovább. Ó, itt csak el kell lőni. Amúgy egyébként APC-átárat töltsünk újra, de hát nem tudom, előbb-utóbb a többiek csak megindulnak, csak van HP bennünk. Van egy Skoda T5-ben, 100% HP-val, többiek, de mondjuk eléggé kevés HP maradt. Nem tudom, chat. Valahogy kiblindolta a light tankot az Arting, ez mondjuk érdekes. Ezt nem láttam jönni. Izmailó, Imre, ciao ciao. Egyébként azok a medek, amik engem lőttek az előbb, ugye valahol arra felé voltak. Nem tudom, hogy még ott vannak-e. Hát gondolom az estérvi 100 toromban még 100 000 HP-ba rendelkezhet, az estérvi S1 nem volt még spotton. Eléggé sansz, hogy 100%-on lehet. Megindulni, ha igazán tudok. Azért nekem eléggé felejtősnek tűnik. Hát csak azt kéne, hogy vagy az ellenfél úgy érez, hogy rám akarja tolni, vagy nem tudom, vagy a Skoda megindul esetleg, valamit beszpottol nekünk. Ide a többieknek kéne valamit csinálni, szerintem. Hello Pegasus, csecse. Az a baj, ami valamit beispottolnék, nem tudnánk azonnal megsemmisíteni. Hát nem tudom, hogy a Grillének van a HP-ja, vagy esetleg a Skoda meg mere indulni. Nem tudom, hogy fog történni. Grille kiszedte az S-térvét. Ki blindolta. Ez kemény. Hello, Texas. Hi. Na? Csapattársak. Jóló? Oké. Okay. Hát akkor azzal minimum ott támogatjuk a sodánkat. Eltéve beszpottol bármit. Nem mondod, hogy itt délen betolja. Akkor egyet elveszett az ellenfél. Maradt 3.
kapott egyet. Amúgy ezért mondtam chat, hogy perteltő, amikor meg is indulnék, nem igazán tudnák lőni a többieket az ellenfél járműveit. Itt én voltam az szerintem elsősorban, aki látta az elemit. Jó, most már egy kicsit még ugye a többiek és a háttérből bontogatják őket. Hát az MVT. Jó, ez a kör megvan. Hosszú kör volt, hiper, szuper, meg a taktikus, de csak meg vagyunk. Szabolcs, köszi a hármast. Hát figyelj, ez egy érdekes kör volt. Nem tudom, az elején is olyan pozíciókat játszottak a csapattársak, amiket nem gondoltam volna. Mi elképesztően defenzívek voltunk, az ellenfél hiperagresszív. Az, hogy a Skoda középen maradt, meg az, hogy a tüzér elmény megfulladni, ezekre valahogy nem voltam felkészülve. Ezek ilyen megbetések voltak számomra. Na jó. Na várjál, hogyha feláldozok egy kevés sebességet, egész pontosan 4 km per órát, akkor egy kicsit gyorsabban célzok. Hát, nem is tudom. Legyen inkább a sebesség. Menjünk 44-jel. Ebből a metalban talán jól jön. Meg tudod mit, még ezt megszerezzük, mert legalább egy vagy kettő kört csak mennék úgy, hogy a tanki van fejlesztve teljes mértékben 100%-osan. Ez a minimum szerintem. Figyelj, ebben a közel 3 órás leszegetésben, bármire végzek vele egyébként több mint 3 óra, igazából megnézzük, hogy nagyjából a tan mit tud. Megnézzük, hogy teljesen sztókosan mire képes, amikor ugye a fémurok rajta vannak. Szerintem nagyjából le van teszelve a tank. Egyébként az elején nagyon, nagyon rossz meccseket kaptam bele, de most már azt mondom, hogy ez a tank egész működőképes. Szóval igen, rosszabbra számítottam chat, sokkal rosszabbra számítottam. Nincsen az ellenfél könnyű tank. Viszont van 6 darab közepes tank, holy moly. Szerintem az egybet, hogy önmagában nem olyan elképesztő veszélyforrás. Jó, én kihívom az objektet. Hatalmas TD support, ha nem rendelkezhet, a látszóló a nyíltetepen játszik, szóval ja, hívjuk ki. Persze az LNG-sz megmenteti a napját. Ja, hát jó, a tüzér az ugye mindig közbeszólhat. Jó, mindegy, fogadjuk el. Az egy bekapott lövés a tüzértől, ennyi belefér igazából. Ó, viszont az hatalmas szívás. Ó, ez nagyon nem jó nekünk. Jó, őket valahogy kontrollálni kell. Hozzá kell tennem, hogy könnyebb lenne őket counterolni, hogy hadspatcások valamit csinálnának, azon kívül, hogy megy ugye tőlük az epic campingezés. Elő? Wow, az jó.
Én valamiért úgy érzem, hogy a csapat nagyon-nagyon passzívan játszik ebben a körben. Innentől elsősorban időkérdése. Amúgy még oda be lehetne ugrani, vagy valami. Bár nem tudom, megéri-e kockáztatni. Hát így viszont kénytelen vagyok. Oh-oh. Egyébként ez a csata arra egy nagyon jó példa, hogy mi történik, amikor a csapat nem szerez meg semmi pozíciót a térképen. Meg hogy mi történik, amikor nem reagálunk semmire. Valahogy túléltem, plusz így igazából van fedezék is a klikkerrel szemben. Jó, innentől nagy baj nem lehet. Ha nem píkelek ki, akkor nem tudnak kilőni. Egyedül talán ugye a becset lehet. Oké, azt történik, amire gondoltam. VIP Tominak a roncsa megvéd bennünket. Szerintem a sebző lövedéket használja Himpi. Annak ugye nincsen kábítás effektje. Egyébként mázli, hogy a 2-6-ban nem bírta kivárni, hogy a klikker engem intézzen. Meg ugye mázli az, hogy hamarabb lőtt, mint kellett volna. Egyébként a gond a dombon lévő bet. Meg persze a GV Tigris. Az a víz, hogy nem állunk rosszul, de nézzétek azt a kettő tankot, tehát nekik sem lehet van lehetőségük bejönni középre például, vagy eljönni körbe. Aha, a bedben van még 3 lövedék egyébként. Legalább 2 biztos, hogy van. Na, harmadik. Yep. Igen, ez a baj, a domb control az ellenfélnél brutális erőt jelent. Mert nem is az a baj, ha nem tudok innen kimenni egész addig, ameddig úgy a dombot játssza. Ez a G-sor nagyon megküldi. Majd valaki mondja már meg annak az ötösnek, hogy ha a W-t megnyomja, akkor a tankja megmozdul. Valaki szóljon már a faternak, hogy ez hogy működik. Hát, hogy nem tudja. Chat. Mondja már el annak az öltös játékosnak, hogy a W-t megnyomja, a tankja elkezd előre felé menni. Hm?
Mi a lényeg? Csak track és más semmi. Baromi kíváncsi volnék, hogy ebben a körben hagyok még mindig játékban. Ne, kismilliószor meghaladtam volna. Hát akkor legyen, és szép volt. Szép volt, Arti. Szerintem, hogy innentől a többieknek már meg kell nyerniük. Mármint... Én nagyon bízom benne. Így van, ETR. Most szereztem meg. Hello, Christian. Na, titánok csatája. Gyerünk el, ötös, képes vagy rá. Meg tudod csinálni? Küzdj, harcolj! Szerintetek hány perc kell ahhoz az előtt játékosnak, hogy bepenetrálja az F6-ost? Jó, oké. Összehozta. GG. Amúgy azt vágjátok, hogy feltehetően ez a VKB olyan szinten szokos, hogy még a 88-as löveget használja. Ezt nem tudom, hogy osszuk le. Otár rejtély. De valamiért úgy érzem, hogy VIP Tominak eléggé komoly szerepe volt benne. A konkrétan úgy berohant és előhettem. Szerintem ő nem tudta, hogy pontosan milyen tankeren játszik. Meg azt figyeltem meg, hogy ennek a tanknak a felső lemezét nagyon nehezen tudják bepenelni. Nem is igazán tudják, hogy hogy gyenge pont rajta, meg ilyesmi. Ugye ebből a tankból nagyon kevés van a játékban, nem véletlenül tegyük hozzá. És emiatt nem tudja az ellenfél, hogy hogyan kell fellépni ez a tankkal szemben. Hát igen, mert hogyha ott ugye ő engem megrak, akkor én lehalok 1500 sebzéssel, így viszont kitoltam 5.6-ot. Azért az nem mindegy. Az őt játékos eléggé passzív volt, ettől függetlenül kijött 4.5-tel. Tehát igazából sebzett, csak nagyon passzív volt. Meg ugye hatalmas mázlim volt, amiért a srác bénázott és pattogott rólam. Elfigyeltek, több mint 3 órányi játékmenet. Igazából csatát nem nyertem, ez ma nem egy olyan nap volt, amikor a csatákat hoztam volna, de ugye az AVG ahhoz képest, hogy milyen tankkal játszottam, szerintem korrekt, átlagos assist szintén korrekt. Én azt mondom, hogy ezt a napot így elfogadom meg, tényleg ahhoz képest, hogy ez a tank eléggé gyenge, és az első néhány csatán milyen rossz volt, ahhoz képest visszahoztuk egy ilyen 3600-as AVG-t kivasszunk bele 20 csatával. Hát ugye legelőször benulláztam, utána meg ilyen 1800 környékén hoztam, de a többi karika a vége felé főképp egész jó volt. Plusz az a vicc, hogy jobban teljesítettem ezzel a tankkal, mint tegnap előtt, azt hiszem, ezzel a japán 10-es nehéz tankkal, tehát eddig én lekopogom eddig tök korrekt minden ezzel a tankkal. Na, jó van YouTube, nektek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a Twitch-en még folytatjuk, illetve a Twitch-en lesz nyereményjáték az, hogy mindenképpen kihangsúlyoznám.
majd arra nézzetek rá. Viszont addig is YouTube-nél szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett az élőadás, egy lájkot mindenképpen lőjetek rá, és akkor hamarosan folyt kövve, de mondom,